Na szavaztok. Ez a kis videó, amíg nem tudom, milyen hosszú lesz, úgyhogy most nem mondom. Ez a konfigurációról fog szólni, hogy ez pontosan mi is, mivel kérdezte nem csak egy ember már üzenetben, úgyhogy akkor most ebben fogom mondani ebbe a kis videóba. Dugjuk. Egy. Fasza. Na szóval, ez igaz, az ugye csak annak mondom, aki nem tudja, vagy nem érti teljesen. Ez igazából arról szól, hogy a gépeknek ezek úgy vannak megcsinálva, hogy mi csomó az összes szenzorának a gépe, az hogy mondjam el, nem tudom a szavakat. Az összes szenzorának a gépe egy menüben van benne az összes gépnek a úgymond agya, és ezeket lehet ezzel beállítani. Tehát vegyünk mondjuk egy V7723-at, ugye az inverteres. Na most annak ugye teljesen más itt a panelnak a része, és tehát itt nagyobb, meg itt nem így van. Azt úgy kell, csak ugye ezt ezzel nem lehet beállítani. Az első, ezt pontosan nem tudom mi, ez az egyes, ezzel a kilót lehet beállítani. Hány kilós a gép? 5, 6, 7, 8, 9, 19-ig. 5 kiló. Jó, ez 7 kilós. Amúgy csak most ilyen hülye modifikációt állítok be, mivel az erről sem beszélni fogok. Második sebesség. 600, 800, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, és innentől 1650, ha jól tudom, ebben nem vagyok sajnos biztos. És ugye a sebességet lehet elrontani, blokkolni, és akkor fog úgy működni, mint nekem. Tehát akkor 600-as, ami ennél a gépnél érvénytelen alternatíva. Ezt sajnos nem tudom mi, akárhova állítom, az minden, hogy működik, úgyhogy ezt nem tudom mi. Ez az egésznek a programozása. Ugye többféle gép van. Van a Basic, aminél nincs még kijelző, csak a fordulat, és itt ezt meg ilyen pöttyökben mutatja, mindegy. Aztán van ez, és van még a... mi van még? Az exkluzív, ugye. És ezeknek lehet beállítani a programozását. Például a Basicnek ugye 9060-45, na így van. Van például a V8543, aminek itt már ilyen anti-cucca van, meg itt van a Perfect Black. Én ezt állítom be itt az S4-nél, ez pedig itt a kettes funkció. Ugye 1-es, 2-es, 3-as, itt 3 van, nekem a 2-es kell. 5-ös pedig a keringető szivattyú, ha van benne, akkor 2-es, aktiválod, ha nincs, akkor meg inaktív. Ha úgy teszed be, hogy működjön, akkor a hibakódot fog kiírni, mert ugye ebben nincs. Úgyhogy nincs. Hát ennyi. És ugye mivel most rossz modifikáció van beállítva, ezért a sebesség az el van igazából rontva, és ez mindig a maxot írja, viszont így a forgatások sokkal erőteljesebbek. Na ennyi. Remélem, valakinek hasznos volt. Na ciao.